Szent Ágoston a Vallomású könyvében írja, hogy itt a Földön mindennek van ára. De mindennek. Hogyha valamit szeretnél megvenni magadnak, azt meg kell fizetni. Ha valamit szeretnél megépíteni, létrehozni, ahhoz is meg kell venni a dolgokat, utána odaadni képességeidet, időt szánni rá, az idődet, türelmedet, kitartásodat. Ára van annak, amit létrehozol. És itt mondja Ágoston, hogy a szeretetnek is van ára. És mi a szeretetnek az ára? Te magad. Amit ma Jézus is mond az evangéliumban. Megkérdezik tőle, hogy melyik a legfőbb parancsolat, és Jézus azt mondja, hogy ami a törvényben le van írva, Sema Izrael, szeresd Urat Istened a teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erőddel, és minden képességeddel. És utána hozzáteszi még, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És az írástudó meghallja Jézusnak a válaszát, és helyesli, hogy jól mondtad, ami a törvényben meg van írva, de azt még jobban mondtad, hogy szeretni fele barátunkat, mint önmagunkat, többet ér minden égő és engesztelő áldozatnál. Igen, a szeretet, ahogy olvassuk másod, nem a Szentírásban, hanem bölcselőknél. A szeretet, az gyógyít. Hogy ahogy Pál apostol írja, a szeretet az türelmes, a szeretet az jóságos, a szeretet az szelíd. Nem kérkedik, nem is kevés, nem is tapintatlan, nem keresi meg a javát, nem gered haragra, nem rója fel a rosszat. Mindent eltűr, mindent elvisel, mert a szeretet, az isteni szeretet és az emberben lévő isteni szeretet az agapé. Az nem múlik el soha. Ilyen szeretetnek nincsen ára. Maga a szeretet az ára, és én magam, aki szeretetben vagyok, és élek. Éljünk szeretetben. Vagy ahogy Klára Rubik mondja, ahol szeretet van, ott igazi szabadság van, ott béke van. Ott Isten van.